Szeptemberben Gyergyó Szent Miklós örmény közössége nemzetiségi és vallási azonosság tudatának valóságos edzőtáborát élte meg. Az örmény szórványok nemzetközi fesztiváljának keretében a gyergyói megtelepedés 380. évfordulóját ülték a Hargita megyei kisvárosban. Az erdélyi örmények a többi közép-európai örmény népcsoporthoz hasonlóan a katolikus egyházzal a 17. század elején uniált, vagyis egyház szervezetét és fegyelmét elfogadó, státusát tekintve mégis önálló egyház, amelynek történeti és tiszteletbeli központja a libanoni Beirut. Az örményországi örmények azonban, bár szintén keresztények, sőt már a 3. század végén a konstantini fordulat előtt államvallássá tették a kereszténységet, nem kapcsolódnak Rómához, hanem megmaradtak ős formájuknál, az örmény apostoli ortodox egyházban. A nálunk élő örmények ősei korábbi hazájukból, Moldvából érkeztek Erdélybe a 17. században, Duka Voda uralkodása idején, és Besztercén, illetve a város környékén telepedtek meg, magukkal hozva természetesen sajátos, hittételeiben nem kevésbé archaikus arculatú keresztény vallásukat. Dogmatikai profiljukat és megtelepedésük történetét az erdélyi örmény katolikusok apostoli kormányzója, egyben a római katolikusok gyulafehérvári érseke foglalja össze. Az örményeket egészen a II. Vatikáni zsinatig monofizitáknak nevezték, vagyis aki nem fogadták el a kalcedoni zsinatot, vagyis az Úr Jézus csak igaz Isten, de nem igaz ember is, egy természete van. Ezért monofizita azt jelenti, hogy egy természet. Ehhez tartoztak a három keleti egyház, amelyik nem vett részt a kalcedoni zsinaton 451-ben, az örmények, a szírek és a koptok, Egyiptom és Abeszin koptok. Azóta már ezek az egyházak is aláírták a kalcedoni dogmát, úgyhogy most már nincsenek monofiziták. Viszont akkor még a Duka Voda idején ez probléma volt, nem számítottak ortodoxnak, és ezért el kellett hagyni az országot. A püspök vezetésével érkeztek ide, Minász püspök vezette őket, és amikor letelepedtek, az első apafi Mihály fejedelem mindenféle kereskedelmi kiváltsággal felruházta őket, gazdag emberek voltak, de Minász püspök Besztercé telepedett le, és egy szép nap, látván a szászok, hogy versengenek a kereskedelembe, pogromot intéztek az örmények ellen, de nem vérest, hanem egy éjszaka, egyszerűen kivezették a városból őket. Meg sem álltak Bécsig, és akkor felkínálták a császárnak, hogy mivel nem fogadták be őket Besztercén a szászok, szeretnének saját várost építeni Erdélybe, mégpedig egy olyan talajon, ami a császári, tehát utaljon ki nekik egy telket, és azt meg is kellett fizetni, várost alapítottak. Ezért a Szamosújvár, a igazi neve, ahogy felépült, bécsi mérnökök terve alapján, Armenopolis, vagy pedig ahogy a osztrákul mondták, Armeniastat, vagy az örmények városa, vagy örményül a Hayakagag. 1700-ban alapították, és ezért került be a román utikalauzokba, úgyhogy Románia első olyan román városa, persze tiszta román városa, amelyet nem természetes fejlődés útján jött létre, mint település, hanem a mérnöki tervek alapján. Ettől kezdve ugye a város alapító maga még Botosányba született, de Rómába tanult örmény ifjú, moldai örmény ifjú, az Oxendie Verzerescu, a Beoilu volt az örmény neve, mert a Moldvába az örményeknek, mivel a nevük sokszor olyan nehéz volt az anyakönyvezetőnek kiejteni vagy leírni, a foglalkozásról nevezték el placsintárnak, vagy patrubánynak és hasonlónak. Ezekkel a román nevekkel jöttek át Erdélybe is, de ugyanakkor mindenki tudta azt is, hogy mi az igazi eredeti örmény neve. Bekanyarodjunk vissza a szeptemberi ünnepségekhez.
Mint minden más településnek, Gyergyószentmiklósnak is fontos, hogy korábbi szülötteit, akik a város közjavát szolgálták és hírét, nevét ezzel erősítették, az utókor emlékezetébe ágyazza. Egy a 18. században Gyergyószentmiklósról elindult örmény klerikus és tudós került ekként a figyelem gyújtópontjába. 300 évvel ezelőtt, 1717. szeptember 8-án engedélyezte Velence tanácsa az örmény mekitarista szerzetesrendnek, hogy a városhoz közeli szigeten, a leprások lakóhelyéül választott Szent Lázár szigeten letelepedjenek és megalapítsák ottani szerzetesházukat. A rend egyik legjelentősebb személyisége a Gyergyószentmiklóson született Stephanus Aconcius volt, magyarosabban Ákonc Kövér István, aki 1740-ben a mai kövérház helyén álló épületben született. Életművének számos jelentős tanúsága elveszett, és sajnos hasonló módon képmását sem mutathatjuk meg. A fiatal szerzetes már 30 éves korában az ottani gimnáziumnak az igazgatója lett, és 45 éves korában főapát helyettessé választották. A tudományos életben fejtett ki igencsak komoly tevékenységet, elsősorban azért, mert az örmény nyelv pallérozásának szentelte életét, egy ilyen nyelvű kiadvány is jelent meg tollából, ami sajnos elveszett. A filológiai, filozófiai és földrajz tudományok iránt érdeklődő szerzetes egyik legfontosabb tevékenysége volt egy földrajzi mű, 11 kötetes földrajzi mű megalkotása, ami sajnos szintén az idők folyamán elveszett, annak ellenére, hogy pontosan a Szent Lázár szigeti mekitarista kolostor az, amely megőrzi az örmény kéziratokat, kiadványokat, sőt nyomdája is volt ennek a szerzetesi központnak. Jelentősége abban is megmutatkozik, hogy abban az időben, amikor Napóleon úgymond nagyon sok műkincset elvitt Olaszországból, a Vatikáni Múzeumot is mondhatnánk idézőjelbe téve kiürítette, Szent Lázár szigetén megállva és itt időzve nem bántotta az örmények műkincseit, hanem később lehetővé tette azt, hogy a Szent Lázár szigeti örmény mekitarista központ az első örmény tudományos akadémia központja legyen. És ezt joggal mondhatjuk, hogy nem másnak köszönhetjük, mint a gyergyószentmiklósi Ákonc Kövér Istvánnak, hiszen abban az időben, amikor Napóleon Velencébe érkezett, már ő volt ennek a rendnek a főapát érseke. Hozzá kell tennem azt is, hogy a Szent Lázár szigeti mehitaristáknak voltak főapátjaik, hiszen minden szerzetes rendnek van főapátja, de ő volt, Ákonc Kövér István, az első olyan főapát, akit püspökké szenteltek és címzetes érsekkői címet kapott 7. Pius pápától. Természetesen a szerzetes nem felejtette el Erdélyt, az 1700-as évek végén Erdélyben is működött, az itteni rendházat vezette, és azért is jelentős tevékenysége Erdélyben, mert baráti kapcsolatai révén lehetővé tette, hogy az erzsébetvárosi örmény közösségnek egy csodálatos iskolát, gimnáziumot építsenek. A madrászi származású Londonban élő Rafael Sándor lovagnak köszönhetően jelentős anyagi támogatást kapott az erzsébetvárosi örmény közösség, és így épült fel az az örmény gimnázium, amelynek épülete egyébként ma is látható Erzsébetvároson. Természetesen most egy román állami iskola működik benne. Ákonc Kövér István emellett latin örmény szótárat is írt, és azt lehet mondani, hogy egy igen csak művelt, világszinten elismert, elsősorban örmény körökben elismert egyéniség, már csak azért is, mert azon kívül, hogy Szent Lázár szigeten vezette az örmény közösséget, Erzsébetvárost soha nem felejtette el, és nem vágta el az otthonhoz kötődő
szálakat. Szerzetes házakat hozott létre, alapított Aszrahámban, Konstantinápolyban és Rómában. Tehát nem csak az erdélyek lehetnek büszkék Ákonc Kövér Istvánra, hanem a mekitalista közösség és ezen kívül az a világ örménysége. Számunkra nagy öröm az emléktábla avatás, azért is, mert Gyergyószent Miklóson eddig nem ápolták emlékét, és nagyon reméljük, hogy azok a turisták, akik elsősorban az örmények miatt érkeznek Gyergyóba, az örmény templomot tekintik meg, ezután megállnak az Ákonc Kövér ház előtt, és megnézik azt a négy nyelvű emléktáblát, amelyet az Erdély Magyar Örmények Szövetsége állított Bocsánci János nagykövet úr támogatásával. A családom az információt azt természetesen apámtól kaptam meg, az 1700-as években telepedett le erre a környékre, és jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatott, és nagy mértékben hozzájárult a környéknek a fejlesztéséhez, a városi jogok megszerzéséhez, különböző monarchia háborúk támogatása, és ezért kaptak 1762-ben nemesi címet Mária Teréziától. És természetesen ugye, mivel egy jó módú család volt, ezért lehetőség volt arra, hogy jelentősen támogassák az egyházat, a városfejlesztést és az európai kereskedelmet. A családunkban voltak 48-as szabadságharchősök, voltak bankárok, az egyik nagybátyám például az Erdélyi Takarékpénztárnak volt a megalapítója és társtulajdonosa. Tehát ilyen mértékben valószínűleg nem esett nagyon nehezükre ez a támogatás, de viszont ezt a tradíciót szeretném én is folytatni, és ezért is szeretném a jövőben is ezt az itteni templomokat, műemlékeket és ezeknek a felújítását valamilyen szinten támogatni is. Ezt örömmel teszem családi tradícióból. A családom egészen 1945-ig Erdélyben élt. A családnak a tagjai el voltak persze szólva különböző városokba. Édesapám 1945-ben került át Magyarországra, pontosabban az volt az időt, amikor átmenetleg Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. Az őseink betelepedésekor ezen a területen volt az úgynevezett idegenek temetője, egy kisebb templomocskával, kápolnával. Azt 1637. május 9-én létesítette Ferenc Figyelj, római katolikus plebános. Ezt őseink az elején bérbe vették, nem sokkal később 20 ezer aranyforintért megvásárolták a latin, tehát a római katolikus egyháztól. Majd ugye az épület kicsi volt, 1730-ban elbontották, és a mostani templom az 1733-ra épült fel, a torony egy évvel későbbi 1734-es. Tehát ugye ez is mutatja az akkori közösség gazdasági erejét, hogy ezt végre tudták vinni ilyen rövid idő alatt. Őseink tulajdonképpen kereskedelemmel, kézműiparral és pénzváltással foglalkoztak. Hát a legnagyobb volumenű kereskedelem az állatokkal történt. Ugye Erdély, tehát a Székelyföldön és Moldvában nagyon sok juhot, szarvasmarhát és lovat vásároltak fel. Azokat elhajtatták egészen Velencéig, Lipcséig, Bécsig. Útközben ugye persze kaszálók, tehát a legelő területeket vásároltak, először bérbe vették, utána megvásárolták, úgyhogy sok örmény család az idők folyamán oda telepedett át. Nagyon híres volt a gyergyói, az a vöröses színű bőr, csizma, az a kordobán csizma, és hát ugye amivel lehetett, mindennel foglalkoztak, hogy kicsi megfelelő életkörülményeket biztosítsanak maguknak és a környezetüknek is. Ugye hát az ő őseink tevékenysége révén virágzott fel a mezőváros, és kapta meg a városi jogot 1907-ben. Hát a lélekszámunkkal kapcsolatosan több adat létezik. Egyes adatok szerint csak azokat számítják az örmény egyházhoz tartozóaknak, az örmény közösséghez, akik effektíve örmény felmenőkkel rendelkeznek. Más adatok szerint, amit véleményem szerint talán az a helyesebb, bár nem teljesen tiszta az ügy, tehát az örmény családban, ha a férj örmény, akkor a feleség is ide tartozik, és a gyermekek, és a nők esetében is
legtöbb esetben, ugye, ha férjhez megy egy örmény hölgy, akkor egy nő mit el nem tud érni, hát a férj is és az egész család ide tartozik, úgyhogy többféle adat létezik. Hát tudomásom szerint itt Gyergyószent Miklóson népszámlálásokkor 3-4 személy diktálta be azt, hogy örmény, a többiek magyaroknak vallották magukat, de hát van a régi mondás, hogy nem is jó magyar az, akiben egy kicsi örményvér nincsen, tehát ez valahol vigasztaló is. Mennyire fáj nekünk, amikor látjuk azt, hogy a moldvai csángú magyarok elrománosodnak, és már alig vannak, akik még beszélik az ősi archaikus csángú magyar nyelvet. Ezt mi fájó szívvel nézzük, de ugyanakkor a román tetszéssel fogadja, és ez így van minden népnél. Sajnos a magyarságban is ez volt. Például az utolsó erdélyi nagyfejedelmségi főrabbi, az Abraham Friedman 1848 után kötelezte az erdélyi nagyfejedelmségbe, a zsinagógákba a magyar prédikációt, a jidis helyet. És ezért ugye ünnepelték, mint magyar hazafit. De kérdem én, hogy a zsidóság ezt hogy vette. Visszatérve tehát az örményekre, azt mondhatjuk, hogy egyrészt a teljesen a elnyomó kisebbségben, szétszórtan magyar közösségben élni, ott megindult rögtön az elmagyarosodás. Így magyaráznám az erdélyi örményeknek is az elmagyarosodását. Egyrészt a létszámbeli kisebbség, és a másodszor pedig ez az államnyelve és a környezet. Az, hogy volt-e benne a magyar állam részéről ügyeskedés, hogy szívesen vették vagy nem ezt az elmagyarosodást, vagy is támogatták-e, hát lehetne ezt vitatni, mert például Szamosújváron 1918-ig volt örmény anyanyelvű elemiskola, és 18-ba szűnt meg. Vagy például Erzsébetvárost 1884-ig volt mekitarista kolostor iskolával, örmény nyelvű iskolával, de már 1884-ben annyira nem tudtak az erzsébetvárosi örmények örményül, hogy a mekitaristák azt mondták, hogy nincs mit tovább itt keresnünk, és szépen hazamentek. Ha megnézzük, hát majdnem 800 éve nem vagyunk otthon. 384-400 éve itt vagyunk Gyergyószent Miklóson. 1882-ben megszűnt az örmény elemi iskola is. Tehát az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején tűnt el, mondjam úgy, a használatból a teljesen az örmény nyelv. De azért az egyházi énekeinket, imáinkat, még néhány szót tudunk örményül, de annyi évszázad után is ez hatalmas teljesítmény. Többször jártam, hogyha, mit tudom én, Los Angelesből, Honoluluból, New Yorkból, mit tudom én, honnan jöttek látogatók és beszélgetés közben kisült, hogy vagy apjuk, anyjuk, vagy nagyapjuk, nagyanyjuk, színtiszta, tőzsgyökeres magyar, és legtöbb három szót tudtak magyarul, azt a jó napot, köszönöm, szép. És ezzel be volt fejezve a magyar tudás, úgyhogy a mi teljesítményünk még nagyon, nagyon jó. Mélik Pista bácsi volt Gyergyószent Miklóson, aki még beszélt az örmény nyelvet, de is úgy, mint Csíkszépízen Zakariás Péter bácsi, hogy a bécsi mehitaristáknál tanultak, tehát ott tanulták meg tulajdonképpen az örmény nyelvet. Fogolyán atya pedig, hát ő igyekezett ezt is, azt is csinálni, örményül is, magyarul is, de zavarta a két nyelvet, hadart, mint az olaszok, úgyhogy sokan a hívek közül nem is értették, hogy mit mond. Hát ugye a családja a sepsiszentgyörgyi származás. Ő Budapesten született, és 12 éves korában került ki Velencébe a mehitaristákhoz. Itt volt nálunk, mintha 3 évet volt itt, aztán visszament Velencébe, ahol ugye a rákba meghalt. Tutónika, görögül. In hoc signo vinces, latinul. E jelben győzni fogsz, magyarul. A hagyomány szerint ezek a szavak jelentek meg az égen a kereszt képe mellett, amikor a későbbi Konstantinus császár 312. október 27-én Maxentius ellen vonult.
A tünemény értelme Nagy Konstantin álmában megvilágosodott, így a másnapi csatában katonái már keresztet viseltek pajzsukon, s majd eljelnek tulajdonították fényes diadalukat is. A kereszt azóta nem pusztán Krisztus szimbólum, hanem az országok, birodalmak politikai kereszténységének is jelvénye. Az örmény kultúrában a kereszt motívum egy sajátos megformálása az úgynevezett kacskar, amelynek szimbolikáját ma általánosan a kereszténység elsajátításával kötik össze. De van egyéb eredet magyarázat is. Az örményországi kacskárok, amik világörökség védelme alatt állnak most, valójában még a kereszténység felvétele előtt megjelentek a köveikre róva, egy szimpla vonalvezetésű, hát nem díszített, csak egy életfa ábrázolás jelent meg ezeken a köveken, a mai napig megvannak, többnyire beépítették őket kolostorok falába. Tehát eleve nem oda készültek, de aztán mivel szükség volt rá, földrengés jött, kihultak a kolostor falából az építőkövek, szépen beépítették őket. A kereszténység felvétele után, mivel az örmény nép ragaszkodott az eredeti életfa ábrázoláshoz, ami a kacskáron mindig a központi helyet foglalja el, ezért a jelentése átment kereszt jelképpé, így vette át az egyház. Nem túlságosan sokat foglalkoztak azzal, hogy ennek a keresztnek a végei miért is vannak kirügyezve, hogy a gyökeréből itt lehet nagyon jól látni, ezek a gyökerek általában itt alul szoktak megjelenni, a felszínre törnek, és ezekből a gyökerekből újabb keresztek születnek. Hát ez jelképezte az örmény nép és az életfa ábrázolás jelképét számukra. Ez jelentette. Mindig van egy pici eltérés az örmény jelképrendszer és az általunk ismert jelképrendszer között. A kacskárokat mesteremberek faragták, kőfaragó mesterek, és egyáltalán nem ragaszkodtak egy szigorú rendszerhez, hogy mit ábrázoljanak, mit faragjanak fel erre a többnyire vörös színű vulkáni tufából megfaragott kőre, hanem mindenki a saját elképzelése és tehetségét felhasználva olyan motivumokat vitt rá, ami az ő lelkületéhez közel állt. De az életfa az minden esetben ott volt. Általában a felső részeken megjelentek az úgymond pogánykor időszakot idéző naphold ábrázolások, amik aztán vagy meg ott maradtak, vagy másként faragták már őket, ezek a kezdeti kacskárokon jelentek meg leginkább. És még egy jellegzetes motivum az alul, amit mi az általunk ismert jelképek szerint napkorongnak neveznénk, ők erre azt mondják, hogy életkerék. Na, ezért mondom, hogy van mindig egy kis átfedés, hogy ők hogy értelmeznek valamit, meg mi hogy látunk valamit. Na most, ahogy a keresztény hit felvétele után közelebb kerültek az Isten hit ábrázolásokhoz, akkor jelentek meg a kacskárokon nagyon rövid ideig, például az angyalok, a szentek, a korpusz a kereszten, az aztán valóban nagyon kevés számban maradt meg a most fennálló kacskárokon, amiből körülbelül 40 ezer van szabadtéren elhelyezve Örményország területén, mert túlnyomó részüket az állandó háborúskodások miatt bevitték vagy kolostorok mellé,
templomkertekbe, annak a közelébe, vagy be magába a templomba, vagy beépítették a falába. És nagyon-nagyon ritka esetben mondhatnám azt, hogy újrahasznosítva temetőkbe, de ennek nem volt számukra jelentősége. Oda gyűjtötték össze, hogy megvédjék őket. Akárhogyan magyarázzuk is motivumait, a budapesti örmény önkormányzat közvetítésével adományként Gyergyó Szent Miklósra érkezett jelkő csak úgy, mint Ákonc Kövér István emléktáblája, a helyi örmény gyökerű magyarok etnikai, nemzetiségi és vallási öntudatának egyszerre vált új tárgyi erőforrásává.